Majom. A nyilvánvalót sem hajlandóak tudomásul venni az ellenzéki politikusok a városháza ügyben. Porszem a gépezetben, még mindig nincs megegyezés a közös ellenzéki listáról. Nem igazság! Megúszhatja a börtönt egy magát transznak mondó, zaklató Amerikában. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőjét. Ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai vendégünk Láng Zsolt, a Fidesz KDMP fővárosi frakcióvezetője. Jó napot kívánok, Jó szervusz frakcióvezető úr. Szerint. És Szántó Miklós házigazdánk, az Alapjogokért Központ igazgatója, szervusz Miklós. Jó napot kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat. A szerkesztő műsorvezető Círják imre. tartsanak ma is velünk a következő majdnem egy órában. Nem talált bizonyítékot a jutalékos rendszer működésére, de még a Városháza eladási szándékára sem az ügyben létrehozott vizsgálóbizottság. Az ellenzéki, a többségben lévő ellenzéki politikusok szavazata alapján, akik hát úgy csinálnak, mint az a bizonyos három majom, nem látnak, nem hallanak és nem beszélnek. Ugye 16 hónapja volt az önkormányzati választás, 16 hónapja volt a, az ellenzéki városvezetésnek arra, hogy bizonyítson, Mik a tapasztalatok, frakcióvezető úr? Hát szerintem az a tapasztalat, amit mindjárt láthatnak Budapesten, de az ország bármely pontján, hogy olyan ez a 16 hónap Budapest életében, mint a picibe visszatért volna a bajnai gyúcsány korszak. Van egy városvezető, aki kizárólag a közösségi médiának és a szerepléseknek él, tehát akinek a külcsény az egyetlen, ami számít, láthatóan magával, a város mindennapjaival, a szakmai kérdésekkel nem akar, és lehet, hogy nem is képes foglalkozni. Alatta pedig ott van ez a csodálatos szélső jobbtól a szélső balig tartó koalíció, bár a jobbik szerencsére legalább a városházára nem jutott be, de ott vannak a bizottságokban felügyelő bizottságokban, tehát azért a pozíciókat, a pénzes pozíciókat megkapták, és ők pedig hát láthatóan a területeken marakodnak, és hogy nagy klasszikust idézzek, Bajnai Gordon <hállt> volt baloldali miniszterelnököt, ugye a, a frakciók körüli pénzemberek a cápák muszkálnak, és alig várják, hogy bármiben, amiben a fővárosban lehet, arra lecsapjanak, és ebből, a kis és ebből valami jutalék legyen. Hát ezt ugye nem mi mondjuk, hanem személyesen Bajnai Gordon. Körülbelül ezt látjuk. Egyébként pedig, ami nekem budapesti ként a legjobban fáj, hogy mindennek az eredménye, ugye ezt azért valami mázzal takarni kell. Ez a máz, ez a Kormányra való mutogatást. Tulajdonképpen karácsonyék Budapestből egy háborús övezetet csináltak, és 16 hónapja Budapest semmi másról nem szól, mint hogy a, az általuk gerjesztett feszültségről a gonosz kormány, aki mindent megvon, és a szegény elnyomott fővárosi városvezetés közötti harcról. És ahelyett, hogy arról szólna a 16 hónap, hogy hogyan lehet együttműködni, kompromisszumokat keresni, közös fejlesztés irányokat, amire egyébként a kormány nyitott, hiszen van külön állampo, államtitkárságunk a Uh, amely a kifejezetten a budapesti fejlesztésekért uh, alakult, ugye vannak egyeztető fórumok, tehát az egész úgy indult, hogy igen, ebben a helyzetben is hogyan lehet előrébb vinni Budapest ügyeit, ehelyett ők szerintem szimpla politikai öncélból egy ilyen háborúzónává zónává egy Budapestet, és mindent beáldoznak. Tehát az látszik, hogy uh, ami van anyagi erőforrás, uh, mindenfajta médiaszereplés, külföldi kapcsolatok, minden arról szól, hogy ebből a pozícióból hogyan lehet lőni a kormányt, és hogyan lehet segíteni azt, hogy 22-ben ők sikeresek legyenek. Én nagyon bízom benne, hogy ez ma már annyira átlátszó, ráadásul a Városháza ügyben azért annyira nyilvánvalóvá vált, hogy hogyan is működnek ők, és mennyire hihetünk nekik nap mint nap, hogy 22-re inkább kontraproduktív lesz ez a tevékenység, amelyet Karácsony Gergely és a főváros vezetése, illetve baloldali többsége folytat. A látvány főpolgármester, látvány Budapesten, Miklós. Látvány, pékség igen. Én is azt látom nagyjából, amit, amit Zsolt elmondott, itt a hallgatók bocsássanak meg nekünk, de az adásban tegeződni fogunk, mert frakcióvezető úrral régebb óta ismerjük egymást, emiatt van ez az amikális baráti stílus. De visszatérve a kérdésre, két nagy tanulsága van ennek a 16 hónapnak, ami eltelt a 2019-es önkormányzati választások óta a főváros tekintetében. Az egyik az az, hogy a kommunista nem vészel, csak átalakult. Tehát azok a idézőjeles szakértők, szakpolitikusok, akikről 2010-ben, mikor megbukott a Gyurcsány bajnai kormány, azt hittük, hogy minimum, és idézőjelben mondom, érdemeik elismerése mellett, ezt erősen idézőjelben értettem, visszavonulnak, visszavonultak. Már akkor 2010-ben is azért a legtöbb ilyen posztkommunista pártaparátsik, hát már akkor is úgy tűnt, hogy megette azért a kefére javát, és túl volt a karrierje zenítjén. És mivel, hogy sajnos a... Ezt kell mondjam azért, hogy a, a magyar jogállam és Demokrácia működő képességének bizonyítéka kép szolgálóan a legtöbb ilyen embert nem érte el a büntető eljárásnak a keze. Ugye 2010-es kormányváltás követően azt hittük, hogy tő tőlük elbúcsúztunk, mert legalább azért annyi van bennük, hogy ha már ilyen szempontból bántódásuk nem esett és felelősségre vonás nem történt, szépen békében meghúzulnak. És 2019 őszén, elkezdtek előjönni. Most nem, nem használok hasonlatot, hogy mint mi jöttek föl a mélyből, de hát Lakos Imrétől elkezdve, Szűcserikán át, Draskovics Tiborig, eh, segíts ki kérlek, Kálmán, Kálmán, Kálmán Olga. Kálmán Olgáig bezárólag, visszajött az a brancs, akik, akikről azt hittük, hogy azzal, hogy a Gyurcsány bajnai kormány megbukott 2010-ben, Hatona Tamás. El, még ilyeneket ne hagyjunk ki, volt MSZP-s államtitkár. Megújultak. Meg, megújultak. megújultak ma is. Igen, igen, igen. Tehát az egyik nagy tanulság szerintem ez, hogy hogy azok, akik, hogy van bőr az arcukon, és azok, akik egyszer már, vagy többször is kormányút közelébe kerültek, és elrontották. Most minimum fogalmazzunk így finoman, vagy hofisan elszapták a dolgokat. Államcsod közelébe juttatták az országot, ők nem azt mondják, hogy oké, okay, megkaptuk az esélyt egyszer, vagy kétszer, kipróbáltak minket a választópolgárok, leszerepeltünk, visszavonultunk, nem, hanem iszonyatosan vastag bőrrel az arcokon visszajönnek, és, és ez a másiknak tanulsága az elmúlt 16 hónapnak, ott folytatják, ahol 2010 tavaszán e, abba hagyták. Semmi nem változott, sem a habitus, sem a nagyképűség, teljes mértékben ö, szintén változatlan az alázatnak a, a hiánya, és ugyanaz a, valóban az a látványpolitizálás zajlik, amit 2010 előtt is ö, láthattunk, hogy a külcsíne nagyon sokat adnak, hát emlékezzünk vissza Gyurcsány Ferenc, valóban kommunikátorként és profi kommunikációs stábbal, például Gálié Zoltánnal, aki, aki ugye, aki azon... szintén visszajött ugye, 19 ban az alfajverősünk kormányzatba, Hát minden héten bejelentettek egy zászlós programot, hogyha visszaemlékeztek 2015, minden héten volt valami hatalmas ahhoz nagy nagyon kommunikációs értettek, hogy, bűvésztők. ahhoz nagyon értettek, hogy bejelentsenek különböző programokat. Miközben amik aztán maga, nem sem. az állam meg a közigazgatásnak a struktúrája rohadt. Tehát nekem ez a két nagy tanulság van, hogy a kommunista nemvészelt tényleg csak átalakul, a másik pedig, hogy ugyanott folytatják a fővárosi önkormányzat élén, mint ahol 2010-ben az ország élén abbahagyták. Az tök nyilvánvaló, volt már szerintem az önkori választások előtt is, hogy ha és amennyiben a baloldal győzni tud egy-két kiemelt helyszínen, mert azért ne felejtjük el, hogy az önkori választásokat országosan a Fidesz nyerte meg, több mint 53%-ot szerzett országos összesítésben a Fidesz-KDMP. De hogy az olyan bázisokat, mint a fővárosi önkormányzat, teljesen nyilvánvalóan a saját politikai infrastruktúrájuk építésére fogják használni, majd nyilván egyféle ugródeszkaként a 22-es kampányra. Amúgy, amit említett Zsolt, hogy csatatérré vagy háborús változtat a Karácsony Gergely a fővárost, hát ugyanezt csinálta Demszki Gábor. 90-94, meg 98-2002 között. Bármit hibázott, bármit elrontott, azonnal vagy az Antal kormányra, vagy az akkori első Orbán kormányra kezdett el mutogatni. Azért nem értem egyébként karácsonynak a, a viselkedését, mert addig ezt lehetett mondjuk politikailag magyarázni, ugye nyilván a, csak politikailag, hogy politikai haszonszerzés miatt így kezeli a fővárost, amíg ő versenyben volt a miniszterelnöki <tosz> posztért. De már nincs versenyben. Akkor mi az, mi az egésznek a, a a motivációja szerint. Ha történt. megengedtek egy kitérőt, csak már annyira itt azóta somorgok, mert ezt valami, hogy igen, mindig volt látványpécség a gyurcsányék alatt, de emlékeztek, akkor volt, amikor egy héten elfogyott hirtelen a muníció, tehát már nem volt mit tenni. Igen. Akkor voltak olyan akciók, hogy a, sa a kormány fő sajtótájékoztatóján összeesett az akkori nagyon csinos kormány és miniszterelnök mentette meg, igen, és ölt karjában. Tehát, hogy tényleg, tehát ott, volt minden volt. Tehát, a, ami, ami kell, kell, a hős, az elveszett kisgyerek, akit személyesen Ferenc szék találtak meg, és a apró villában, a apró villában hogy kiderült, hogy egy vidéki szocikádernek volt egyébként a gyerek. Óriási óriási akkoriban, csak elfelejtjük ezeket. De hogy ezek tulajdonképp már akkor is kormányon is mindenre képesek voltak. Tehát akkor azt gondolta az ember, hogy józanul ilyet nem csinálunk. Mert azért ez már, ez már több a soknál. Tehát a ennyire... De most is volt. Nézem. És amikor, amikor menekült migránsokat fogadtak be az apró villába? Gyurcsány. Persze, persze volt róla a fotó És a Klára odaadta az egyiknek az ingét is, mint Krisztus annak idején. Hát nehéz eldönteni itt a blaszfémiát, leszámítva, hogy ki, ki minek képzeli magát, mert legutóbb Londonban ugye a azt jelentette be, igen. hogy ő, őt úgy követi Péterfi Judit sajtófőnök, mint korábban a Jéz, Jézus Krisztust az Evangéliumban a tanítványok. A, Tehát nehéz eldönteni itt, hogy ki, ki kinek szám messiás szerepet, de bo bocsáss meg, Zsolt, ne, folytasd még neked is ezt. Nem, el, mert én, én értem, igen, én értem erre vissza. Szóval uh, alapvetően a az, amit a Miklós mond, hogy semmifajta gátlás nincs bennük, és semmifajta visszaemlékezés uh, vissza emlékezés arra, hogy, hogy, valóban honnan jöttünk, mit tettünk, és hogyan kell legalább egy picit hatékonyabban tovább menni. Ez, uh, ez számomra azért ijesztő, mert, mert olyan lendülettel viszik a médiáikon keresztül az általuk uh, kívánt narratívát, hogy egyébként uh, Egyébként az embereket azt kell mondjam, hogy nagyban meg is tévesztik, hiszen azért az emlékezet rövid, nyilván mi politikával foglalkozunk régóta. Ezért de nekem is nagyon sok ezért mindenki még, menni a fejembe. Ezért miért azért. emlékszünk, de, de, de kimegy, és, és én a, az összes média médiáról szóló kirohanásaikban is ugye hát nekik az állandó jelzőjük a, a kormány média meg a különböző pejoratív jelzőkkel minden olyan médiumot amely nem az ő irányításuk alatt áll vagy az ő háttérszervezeteik által és ez ez, szerintem ez és, pusztán hitelrontás nem, szerintem, és szerintem a... nem szerintem arról szól hogy ők azért nem szokták azt meg hogy az ő narratívájukban szemben ö, viszonylag határozott vélemények megfogalmazódhatnak máshol, és úgy, hogy azok át is jönnek. Őnekik ez egy új terep, mert ők azt szokták meg, azért nézzük meg az egész rendszerváltás utáni időszakot, hogy az egész média tulajdonképpen a kezükbe volt, és óriási szabadságharcosok voltak a mi oldalunkon, akik próbáltak néha hitelesen tájékoztatni bizonyos dolgokról. Most azért ez már változik, és azért van súlya ö, a, polgári vagy a konzervatív oldalon lévő újságíróknak és médiumoknak, és ez például rettenetesen zavar őket, mert ők azt szeretnék, ha ugyanebben a félhomályban, az általuk beállított szögben mehetne ez a film, és ők azt csinálhatnának, amit szeretnének. És hogyha megengedtek, egyetlen egy példát. Hát ebből, ebből a szempontból Demszkinek könnyebb dolga volt Persze. nyilvánvalóan, amikor ő, ő baloldali város vezetőként ágált jobboldali kormány ellen, mert hogy az akkori magyarországi nyilvánosságnak a térszerkezete, az hát elég erősen a balliberális oldal irányába rejtett, ennek nem is volt nehéz dolga revolvereznie akár Antalikat, akár az első Orbán kormány. Most ebben igaza van nagyon Zsoltnak, hogy megváltozott a gyermekfekvése. Csak két, két adatot a, az önkormányzati világból, és csak arról beszélünk most a főváros, és néha nem árt konkrétumokról is beszélni, bár tudom, hogy ez karácsonyik, ezt nem szeretik. Ugye semmi más nem hallunk, mint hogy hogy vannak kivéreztetve és semmi pénzük nincs. Most legutoljára erre szeretném, hogy ez egy 15 milliárd forintot tett félre a költségvetés egyébként a béremelésre, tehát a fővárosi cégeknél és a fővárosi dolgozóknak a béremelésébe, beleértve a politikai kinevezetteket is. Az állami nem? költségvetés. Ö, nem a fővárosi költségvetés, költségvetés 15 milliárd. tehát az egy 15 milliárd volt erre. Miközben arról beszélünk, hogy egyébként bármelyik pillanatban leállítják a buszokat, és tulajdonképpen megáll az élet. De ami, ami, ami konkrétum, amikor azt mondják, hogy Budapestet a, az Orbán kormány mindig is mostoha gyerekként kezelt. 2011 és 15 között a Budapesten 375 milliárd forintot vállalt át a kormány Budapest adósságából, és tette rendbe Budapestet. Ebből 217 milliárd forint csak a főváros volt, 105 millió a kerületek, és 52 milliárd forint a BKV direkt működési adósága. Tehát ezt az Orbán kormány levette a mindenkori főváros most. Ilyenkor azt mondani, hogy egyébként ez a kormány Budapest ellen van, soha ilyen segítséget a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kertek nem kaptak. Mm. És akkor tegyünk mellé még egy adatot, amit megint nagyon-nagyon könnyen elfelejt Horváth Csaba, G. Német Erzsébet, vagy Tóth József, a 13. polgármestere, 2009 parlament költségvetés, bajnai csomag ugye ezer milliárdos megszorítás. Ebben az önkormányzati szektor az nagyságrendileg 197 milliárd forint megszorítást kapott. 125 milliárd direktben benne volt a költségvetésbe, nullára levették minden önkormányzati fejlesztés támogatását, és még egyébként az szia is ilyen 7 milliárddal kevesebbet kapott a főváros és a megyei és a megyék. Tehát, hogy amikor ők 2010-re 197 milliárd mínuszt húztak meg, és megszavazták ezek az emberek, akik most ott ülnek, még egyszer mondom, Gérémet, Horváth Csaba, Botka, ezek mind ott ültek. A, a ugye a DK-ból a Varjú, a kedvenc Ágnesünk, Badai. Badai Ágnes. mindenki. Tehát hogy, ez, ez a csapat, aki most a leghangosabban ült, egyébként ezek ott ültek és megszavaztak 197 milliárd mínuszt a szektornak. Ezek most óriás rodélkönnyekkel beszélnek arról, hogy egyébként szolidaritásból, meg a Covid alatt egyébként a e, IPA bevételük e, lejjebb esett 2020-ben és 21-ben. Na jó, de most de úgy, hogy azt a pénzt az állam nem nem elvette, hanem, hanem a vállalkozóknál maradt. Egyfelől nyilván a szolidaritásból kellett az országot és a gazdaságot fenntartani, másfelől egyébként pedig igen, az egy százalékot a kis és közép vállalkozóknál ott hagyta, tehát ott hagyta az embereknél. És így egyébként, ha már itt vagyunk, szeretném élezni, 2022-re már nagyobb összeg van betervezve ezzel az egy százalékkal együtt, mint ami 2009-ben az utolsó normális tervezésben, a Covid előtti tervezésben volt. Tehát magyarul egy kifejezetten persze érezhető... A Covid előtti tervezés, vagy 2009? Nem, a 19-ben, a 19-es terv még Covid nélkül készült. 22-ben már annál több bevétel jön, és az elmúlt években is a tervezetnél jóval több bevétel. Majdnem befolyt egyébként az hát, a Nyilván azért, mert a gazdaság uh, zuhan, Igen, mindenki Igen. elszegényedik, és tönkre van verve az ország. Nem csak, csak azért... hogy, hogy, annyira, tehát hogy, hogy persze nyilvánvaló róluk beszélni, mert tényleg az ember csak maga elé képzeli ezeket a figurákat, a, a, és, és, és hogy jön belőle a, a, a az összes emlék, és, és az az érthetetlen kép, hogy ők hogy mernek néha ilyen kijelentéseket tenni, mint amiket tesznek, vagy hogy gondolhatnak arra, hogy ezt az országot visszaveszik. De de, de csak egy picit, ha átmegyünk így a konkrétumokra, hogy, hogy egyébként semmilyen uh, tények nem számítanak. Tehát egyszerűen ezért mondom, hogy Budapest egy virtuális háborús zóna uh -huh. lett, amiben nem a tények számítanak, hanem az ő és az ő mögött állóknak a politikai érdek. és Szerintem ez egy rettenetes nagy felelőtlenség, mert itt van Budapest ezzel a két milliárd emberrel, a nemzet fővárosa, ha körbenézünk, hogy egyébként 2010 óta mi történt ebben a városban, milyen fejlődés ment, ez kizárólag a magyar kormány. És annó még ugye a talós időkben a Fölső önkormányzat együttműködésének az eredménye, és ehhez képest ők most ezt az egészet a visszaára fordítják, és itt kanyarodnék vissza arra, amit a Miklós mondott, hogy, hogy a jó Isten mentsen meg, hogy megélje azt az ország, amit mit megélünk a fővárosban és Budapesten, mert azért egy ilyen felső közgyűlési ülés az mindenek nevezhető, csak nem a demokrácia nyitottság és a transzparencia jegyében működő, egyébként rendkívül demokratikus vezetésű, ö, hogy mondjam, grémiumnak, amely minden szavazatával Budapest, meg minden döntésével Budapest javát akarja szolgálni. Ez egy, ez egy nettó baloldali, által vezérelt csatatér lett egyébként a főváros, és ez nyilvánvalóan egyébként a mindennapi életünk rovására megy, a fejlesztések rovására, a pénzügyi kiadások rovására, a feldúzzasztott ö, politikai kinevezettek, ö, és, és körbenézhetünk a, a, az eltolódott felújítások, a, a különböző tervezés nélküli egyszerre bedobott ötletek, amelyek megbénítják a várost. Tehát látszik, hogy igazából senki nem fókuszál arra, hogy mi történik Budapesten ma, holnap, holnap után, mi a, mi a jövőképe a főpolgármesternek, mit szeretne Budapesten. Erről ma nem beszél senki, és ők sem, hanem arról beszélnek, hogy hogyan kell nap mint nap a kormányjal konfrontálódni. Ez szerintem megengedhetetlen, és én, és én egészen biztos vagyok abban, hogy még a baloldali budapesti szavazók sem erre szavaztak, vagy nem ezt szeretnék. Uh... Miklós? Még, még belekapaszkodunk ebbe, amit, uh, amit mondtál, Zsolt, már, hogy milyen országos kihatásai lehetnek, a, lehetnek az egész dolognak, és a magáról a habitusról az nekem eszembe jut a 90-es évek elején, egyben, 94-92-ben parlamenti felszólalásában mondta <coughs> a korábban már, te műsorban most emlegetett Antall József, akkori miniszterelnök, amikor szintén a kommunisták kezdték el őt azzal revolverezni, hogy milyen válságos gazdasági helyzetben van az ország, és hogy itt az MDF kormány semmit nem, jobboldali kormány semmit nem tett, akkor tőle némileg szokatlan, de érthető felháborodottsággal mondta Antal József, hogy maguk beszélnek, maguk juttatták a csőd szélére ezt az országot, maguk tették tönkre ezt az országot, minimum az lenne elvárható hogy ilyenkor csöndben maradnak. Csak azért hoztam ide példaként, hogy egy-két évre a rendszerváltás után Friss élményekkel a, a hátuk mögött e, ugyanúgy megengedték maguknak a, az akkor még jóval a közelebb lévő kommunista múltban e, dolgozó, élő és a kommunizmust építő politikusok, akik átevickeltek a de demokratikus e, magyar parlamenti működésbe. Volt annyi bőr az arcukon, hogy Antal József rendszerváltó miniszterelnököt kezdték el revolverezni, amiatt, amit valójában ők hoztak létre, értve ezzel nyilván az országnak a hihetetlen, akkor, akkor hihetetlen nehéz gazdasági helyzetét. A, a Városháza ügyre utaltam én is a, a három majommal a felkomban, nem magunkra gondoltam, hanem ugye erre az, <laughs> az ikonikus képre, tudjátok, ez a... Igen. A, a, nem látok semmit, nem hallok semmit, nem, nem mondok semmit. Ez, Azért mondom, hogy ennek az alternatív valóságnak, amiről a Zsolt beszélnek, ennek egy nagyon jó példája ez az egész Városháza Bizottság. Itt, van a nyilvánvaló, itt vannak a nyilvánvaló tények. Itt van egy hangfelvétel. Itt vannak a tanúk, akik elmondják, hogy mi történt, hogy igenis volt szándék a Városháza eladására, mert vevőt kerestek rá, majd megállapítja a, 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 a bizottságnak az ellenzéki többsége, meg, meg Karácsony Gergely is, hogy nem volt ilyen. Tehát, hogy erről szó sincs. Az a baj, hogy a, nem akarom a kreteket feszegetni, mert nyilván 50 percünk van, és elnézést csak a Miklós, az előbb az Antal József idézettel annyira előhozta azt, hogy minden nap azt halljuk, hogy, hogy, hogy a magyar állam nem gondoskodik megfelelően az állami vagyonnal, holott azt látjuk, hogy veszi vissza egyébként az általuk elherdált vagyonokat, és csak a fővárosban megint, hogy olyan rövid az emlékezet, hogy hogy hölgyen időszak alatt főtáv, fővárosi vízművek, fővárosi csatornázási művek, ezek mind-mind egyébként kikerültek az állami fővárosi tulajdonból. Hát csak privatizá... a stratégiai ágazatok. Igen, privatizálva lettek. Tehát a főtávot és a vízműveket telibe, és részben a főgázt és a csatornázást. És most tarlós időben indult a magyar kormányjal. Az Orbán kormány visszaveszi ezeket a főváros által, meg a nemzet által a stratégiai közszolgáltatásokat, hogy egyébként legyen rá hatásunk. És ezt mindenki megint elfelejti. És ők jönnek azzal, hogy egyébként hogyan kell az állami, meg a közvagyonnal gazdálkodni, és hogyan kell megúvni. Egészen elképesztő. Hát nekik, ha másért nem, azért ezekért felelni kellett volna, ezekért a cselekedetetért, mert azért egy olyan ország nincs, egy olyan európai ország nincs, aki egyébként a stratégiai közműveit azt idegen kézbe adja. Azért ezt lássuk be. Ők ezt simán megtették. Na visszatér a városháza ügyre, bocsánat. De ez kapcsolódik, mert mégis csak a köz, közvagyonnal, a önkormányzati vagyonnal való bánásmódról hát van szó. Igen, mert ezek után miért lepődnél meg? Bár azért lássuk, hogy városházát eladni, azért az, 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 szokatlan. Tehát, hogy azért az még úgy. Az azt nagy, Azt a parlament, az, 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 az nagy... épületét, <hállt> Igen, igen, az is nagyon szép egyéb kétségtelen. Szóval, hogy uh, mi a helyzet a városház ügye? A, itt ennek az egész bizottságnak én szerintem nagyon uh, fontos feladata volt, mert az, hogy már a bizottság létrejöhetett ez a vizsgálóbizottság, is megalakult. Most menjünk vissza az ügynek, elnézést, menjünk az vissza a... az ügynő ügynek az elejére, hogy mi ez az egész városháza ügy? Gate. Az annak köszönhető, és akkor itt befelé, mert ide akartam kiukadni, hogy egyébként nem tudták. Tehát van már olyan ereje a nyilvánosságnak, és van már olyan ereje ö, a médiumoknak, hogy egy olyan ügyet, amelyről ők nem akartak beszélni, ami, ami nem létezik még mindig, de az az asztalra került. Ugyanis onnan indult az egész, ha nyilván azért a hallgatók emlékeznek, akik egy ilyen politikai műsort hallgatnak, azok nyilván érdeklődnek a politikai iránt, hogy megjelent az. Ráadásul egyébként nem a száz százalékban nem hozzánk, vagy nem a Fidesz és a jobb oldal médiumának tartott, hanem egy függetlenek, sőt, inkább a túloldal hmm. uh, uh, irányú tartozó, és akkor nem bánt, nem szeretnék senkit tényleg bántani, de egy, de egy megjelent egy ilyen internetes fórumon, hogy eladó a városháza. Az első reakció az volt. Ez nem, a, nem az ingatlan.com volt az. Ez az nem az ingatlan, így. de <laughs> igen, igen, igen. Hú a vége, is, de <laughs> így kezdődik. Igen. Uh, és ebben az első reakció, ami volt karácsonynak, fake news, kitaláció, hazugság, az újságírók, propagandisták, kormánypropagandisták, és nincs ilyen. Akkor megjelent egy szerződés, ahol két fél között kétségtelenül nem szerepel benne a városháza, de még csak valaki megbíz egy nagy ingatlan közvetítőt, zárójelben, aki egyébként annól a Szóci székházat is eladta, zárójelben zárva, hogy kezdjen el vevőket felhajtani a városháza ingatlanra, amelynek még az értéke is ugye ott, ott van, hogy nagyságrendel, hogy akkor már jön ki a cikkben, hogy 40 milliárdra értékelik. Ez is komú, itt sincs semmi látnivaló szó sincs róla. Így indult, és aztán egyszer csak a megjelent egy titorzatos szivároktató, aki azóta egyébként maga a Fidesz, a Fidesz ügynöke, a KGB orosz, embere, orosz, titkod, orosz titkod, azért mondom, már, már, van itt minden, de tulajdonképpen megjelent valaki, akit nem ismerünk, de kétségtelen, hogy olyan hangfelvételek kerültek napvilágra, amely hangfelvételeken nagyon-nagyon súlyos tények hangoznak el, többek közt a Városháza eladó volt, jutalékért volt eladó, nem csak a Városháza, hanem számtalan fővárosi ingatlant jutalékért árulnak, a mocsáros dűlőt, amely egy nagy, hatalmas, összefüggő zöld terület, nagy részben beépítik, és azt is el akarják adni, értékesíteni akarják azt is, ezzel már megállapodtak a harmadik ette. és számtalan nagyon erős tényt jön, olyan emberek beszélnek, akik közül felismerhető a hangja jó néhánynak, és nem tagadják, hogy ők azok. És ezek, ezek azért mégiscsak Barcs Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezégazgatója, Azóta kiderült, hogy nem csak ez, hanem Karácsony Gergely főpolgármester személyesen főpolgármesteri megbízottá nevezte ki az, a városháza hasznosításával kapcsolatban. Tehát azért, azért tegyük hozzá, hogy ez kiderült, hogy neki van még egy, ő a megbízottja a főpolgármesternek. Beszél rajta mégiscsak Bajnai Gordon, a volt baloldani miniszterelnök, a híres, az elhíresült bajnai kormány. Karácsonynak az egyik e, a külön, Aki híregében. egyébként, hát meg most azért látjuk, hogy Londonban osztja az észt Márki Péternek is, tehát ne becsüljük le Bajnai Gordont, és azért mégis csak Bajnai Gordon arról beszél, hogy hát sajnos tök normális, hogy cápák úszkálnak, gazdasági cápák jutalékért úszkálnak. Frakció, Mert hát mégis a, is csak hat, a, hat, párt az a, a frakció felszikort. körül, és ez tök ilyenki, és, akkor, és egyébként Gronsperger Gyula, aki, aki szintén a tolba mondja ezeken a felvételeken, hogy mit tapasztalt, aki mégis csak a Wallisnál dolgozott sok évig, és akiről maga Bajnai Gordon azt állítja a felvételeken, hogy neki harcos társa, aki időnként több, mint egy barát. Hogy ezt hogy értette, ezt nem tudom, de ezt mondja maga a volt miniszterelnök. Na most ezek az emberek nem tagadták, hogy gyűlkozók ezeken a felvételken, és ezek mondanak, például a Balázs olyan nem csak jó erkölcsbe, nem csak politikai józanságba, hanem BTK-ba ütköző kijelentéseket, amelyek nem maradhatnak egy normális demokráciában vizsgálat és eljárás nélkül. Most ehhez képest, Karácsony az utolsó percekig tagadott mindenkit, minden újságírót, bárkit, aki ezzel foglalkozott, megfenyegetett, és végül a közvélemény nyomása volt az több mint egy hónap után, amelyre nem tudtak mit mondani, mint hogy a Fidesz javaslatára a teljes magyar nyilvánosságra kénytelenek voltak ezt a vizsgálóbizottságot, ami létrejött a mi kezdeményezésünkre létrehozni. De hogy hozták létre? És szerintem itt van az ő álszentségük, itt van az egész, lényeg az ő, az ő működésüknek, hogy legyen egy vizsgabizottság, csak megváltoztatjuk a Fidesz beadványát. Tehát ez a vizsgabizottság ez nem a fővárosi ellenzék által biztosít többséget, mert még csak ő akarja kivizsgálni, hogy mi mit csináltunk, vagy mit nem csináltunk. Mert ha ők ártatlanok, az ő érdekük, derüljön ki, hogy teljesen ártatlanok. De nem. Mi adjuk a többséget a baloldal, az általunk, az, által, az ellenünk menő vizsgálatban, vagy a mi ügyeinket kideríteni kívánt bizottságban. Mi adjuk a többséget, meghatározunk a témákat, hogy ez a bizottság egyébként miről beszélhet, és egyébként az első körben adunk karácsonykor három hetet de december időszakban három hetet a bizottságnak, hogy lezárja a vizsgálatát. Ahelyett mi egy májusi időpontot javasoltunk. Tehát ezzel alakult meg. Zárójelben mondom, szerintem ott már a lehet, hogy már ekkor egyébként, amikor döntök a közgyűlés, már megvolt a, egyébként a vizsgálati jelentés is. Tehát a, a tanúfilm. A, a klasszikus, igen. Világ EFT, szerintem a, a, a tanúfilmből így lehet, hogy már egyébként ott, ott oda is adták a, a sopronétnak, hogy majd a végén ez lesz egyébként. És, de ettől függetlenül azon hogy óriási eredmény. Hát a kisebbségi véleményeteket is leszavazták, tehát még azt sem kerülheted bele. Igen, igen, de óriási eredmény szerintem ez a bizottság megrakult. Ülésezett, jelentkezett tanú önként, mert látta, hogy a nyilvánosság ereje azért áthatja most már a közbeszédet, ez a téma. Láttam hogy jelentkezett tanú, aki bejött, vállalta a nevét, vállalta az arcát, vállalta, hogy a rendőrségen is tanúvalomást tesz. Ez a tanú ott a bizottságon elmondta, igen, behívták őt, a főváros hivatta be ezen a Berki nevű közvetítőn keresztül, ott ült Barcsé Balázs, azt mondták, hogy a, fő, a főpolgármester tudtával eladó a városháza, 40 milliárdért eladó a város, majd kiment Barcs Balázs, és a közvetítő azt mondta, hogy 10% a jutalék, mert ebből adni kell fölfelé is. Ezt a bizottság előtt elmondta ez a tanú, majd nyilván a rendőrség a Most Ehhez képest a... voltak ingatlanok, amelyek felmerültek a hangfelvételeken, amelyeknek bekértük az összes anyagát, nagyon, tehát óriási mennyiség, de igen, voltak olyan ingatlanok, ahol például a pályázatban olyan kitételek voltak, amelyek nem voltak a többi pályázatban, Például, hogy egyet mondjak, ez az elhíresült 11. kerületi ingatlan tétény útnál, ahol lemegy egy pályázat, és a legvégén azt mondhatja egy, egy zsűri, amelyet az önkormányzatok választanak, hogy a legmagasabb áron az elviheti, akit ők gondolnak. valaki megnyeri, de a zsűri azt mondhatja, hogy nem ő viszi el, hanem valaki más. Na most ennél például, ennél az ingatlannál, amikor azt javasolt a vizsgálóbizottság Fideszes elnökkel, Kovács Péter, hogy akkor, mert Bartyák azt mondták, hogy a 11. kerület ragaszkodott ehhez, hogy akkor hívjuk be a 11. kerületnek az előző és a jelenlegi polgármesterét, és menjünk tovább, hogy itt ez, ez vajon miért lehetett egy ilyen kitétel, akkor a baloldali többség egy ügyrendi szavazásra azt mondta, hogy megáll a vizsgálat, itt vége a egy úti ingatlan vizsgálatának, köszönjük, ennyi volt a látnivaló. Na most így ment le a bizottság. De még egyszer mondom, ma itt ülünk, erről beszéltünk. A rendőrség nyomoz, ami nyilván nem látványos, mert a rendőrség egy hatósági nyomozati munkát végez, de a rendőrség nyomoz, ráadásul akkora a nyomás, hogy jön ki onnan is. Most már információ, hogy igen, a tanok folyamatosan megerősítik ezeket az állításokat. Mégis a Felső Közgyűlés elfogadtatott egy olyan határozati javaslatot, amely arról szól, hogy nincs itt semmi látnivaló, nem történt semmi, haladjunk tovább. Ez itt az Igazság órája, a Karcefemen műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság órája a Karcefemen Láng a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjével és Szántó Miklóssal, az Alapjogokért Központ igazgatójával. Én Csiri vagyok. A Városháza ügybe melegedtünk itt bele, illetve ennek az országos összefüggéseibe, és Zsolta azt mondta, hogy legalább az eredmény, hogy, hogy összejött ez a vizsgálóbizottság, és van egy jelentés. Hogyne, és a nyilvánosság beszélhet erről a kérdésről, megismerheti Egy a kérdés Egy ezzel kapcsolatban. Szerintetek ezek után elmerik adni a városházát? Nem. ugye el, a, a, a elhangzik ugye az, hogy hát igen, most országgyűlési választások lesznek, most nem lenne jó, ha kiderülne, mondjuk zárójában ezzel meg kiderült, aztán meg önkormányzati választás, meg, meg európai parlamenti választás, de majd utána. Szerintetek ez, ez bekövetkezhet? következhet? Egyfelől szerintem megmentettünk most közvagyont. Tehát ha a van de ezt mondott, hogy lényegében a nyilvánosság és köszönjük é, szépen. Biztos, hogy most nem mondják a városházát. A mocsáros dűlőnél. A mocsáros dűlő? A harmadik kerti önkormányzat baloldali többsége novemberben még fel sem vette napirendre a Fidesz kezdeményezését, hogy az egész mocsáros dűlő védett terület legyen. Decemberben, amikor már a vizsgálóbizottságon sajtótájékoztatót tartottunk Búzs Balázsal, a mocsáros dűlő reflektorfénybe került, elfogadták, és most az egész mocsáros dűlő védett terület lett. A 11. kelet ezt a bizonyos tétenyúti ingatlan, ami a műsor előző részében beszéltünk, visszavonta az eredeti pályázatot. Tehát azt szeretném mondani, hogy szerintem megmentettünk nagyon sok önkormányzat és közvagyont ezzel a vizsgálóbizottsággal. De... Most nekem kicsit az, hogy... Tehát, hogy komolyan gondolták, az, az tuti, és hogy szerintem a, a Jövő, jövő a jövő mit hoz, ugye mondhatnánk azt a józanész, meg a, meg a puszta politikai logika alapján, hogy na, most lebuktak, ez az egész nyilvánosságra került, nem fogják ezt meg, a következő időszakban, de éppen az elmúlt fél-három órában arról beszélgettünk, hogy mennyire vastag a bőr az orcájukon, és hogy nagyon hamar ö, kifullad a politikai memória, amikor egy Tehát pár évvel ezelőtti. Ha nyernek, akkor viszont mondjuk az országgyűlésen, akkor viszont. Ne, simán... nekem, nekem ugye a, a székely. Ö, ö, sztori jut eszembe, mikor a két székely favágó megy hazafelé, az egyik fogja a baltát, és belevágja a másiknak a hátába. És az felhördül és azt mondja, hogy ez komoly volt? Persze. Oké, mert a viccnek azért durva lett volna. Tehát, hogy szerintem ők itt egyáltalán nem, 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 nem vízből gondolták ezt az egészet, hanem komolyan, és abból kiindulva, ugye most ez Kicsit én is tréfásra vettem. De abból kiindulva, hogyha végignézzük Magyarország 1990 óta tartó gazdaságtörténetét, amire itt részint utalt Zsolt is a fővárosi, korábbi fővárosi ö, cégek Özműcégek. privatizálása, és 2010-11 követő állami kézben, vagy önkormányzati kézbe való visszavétele kapcsán, hogy itt azért másról sem szólt a történet, amikor balliberális kormány volt hatalmon, hogy valamiféle külföldi világító toronyból ilyen fényjelekkel morzézett üzenetet szolgalelkűen követve az összes létező stratégiai ágazatot, nem csak a fővárosban, és nem csak a közműszektorban, hanem a kiskereskedelemtől kezdve az agráriumon át a bankszektorig, építő, energetikáig. Építő. Építőiparig privatizáltak, Utána megindult egy szolgalelkű piacliberalizáció, és 2002-2003-tól pedig ott állt csomó olyan magyar kulcsfontosságú ágazat, ahol A. Már régben voltak úgy nagy nyugat-európai óriások, mely nagy nyugat-európai óriások tulajdonosai között nagyon sok esetben, főleg a közmű francia, német állam, állam. vagy önkormányzati uh, tulajdon van. Mert ott nem voltak olyan hülyék, hogy ezeket privatizálják. Tehát vagy ezek már ben voltak és az adott piacot olyan szinten uralták, hogy magyar játékos nem tudott megmozdulni, vagy annyira legyengültek a különböző piaci szektorok, hogy amikor a liberalizáció megtörtént, az uniós csatlakozás követően nagyon könnyen tudták letarolni az adott szektort ezek a külföldi óriások. Ez most nem az EU csatlakozás ellen szól, csak hogy lássuk az egész képet egyben. És ennek az egésznek a mozgatórugója az a balliberális politika volt, ami azt mondta, hogy a nemzeti érdek, a nemzeti közvagyon érdeke. Az a másodlagos, elsődleges az, hogy a külföld még mit diktál. És miről beszél Gansperger Gyula a felvételeken bajnai kapcsán a Városháza ügyben? hogy nagyon súlyos külföldi befolyás irányul Magyarországra, a baloldal ennek a kiszolgálója, és ennek az egyik összekötő embere Bajnai Gorda. Kulcsfigura. Tehát csak úgy akarom összekötni itt a metaszintű magyarázatot ezzel az ügyel, hogy, hogy alapvetően az, hogy itt közvagyont privatizálnak akár egészen pofátlan módon, láss mondjuk Ferihegyi repülőtér privatizációja, amit szintén most 2010 után vagy 20 után fog visszavenni az állam, mint oly sok más stratégiai szektorban történt ilyen váltás 2010 tizet követően. Tehát, hogy itt is ugyanazt a mintázatot látjuk idézőjelben piciben, mint amit 90 óta látunk kirajzolódni országos politikában, privatizáció, meg gazdasági kérdések, közvagyon kezelés kapcsán. Úgyhogy én, én nem mondanám, most sikerült megakadályozni, és ez óriási siker. Ezzel még véletlenül sem a Zsolték munkáját akarom, hogy, -hogy, -hogy annulálni. De az, hogy nem lenne meg ott az a szándék, hogy az ilyen dolgokat véghez vigyék, én nem úgy ismerem Gyurcsány Ferencéket, mint akik azt mondják, hogy jó, egyszer kikapunk, akkor, akkor visszavonulunk és csókolom. De Miklós, akkor most megfejtetted azt, hogy miért akarják eltörölni a rezsicsökkentést? Hát azért akarják eltörölni a rezsicsökkentést, mert utána el lehet adni megint a közműcégeket. El lehet adni megint ugye az újra állami kézbe került áramszolgáltatókat, gázszolgáltatókat. Nem? Persze, de, de. de, de hogy meg, hogy egyébként ezeken a hangfelvételeken, ezen a konkrét ügyek, nyilván ezek a legfontosabbak, de számtalan olyan félmondat mondat hangzik el, ami egyébként nagyon súlyos, és ami egyébként rávilágít arra, amit a Miklós itt kifejtett, hogy valójában mi az ő politikai krédójuk. Tehát az a mondat, amikor Barcsi Balázs, aki még egyszer a vagyonkezelő vezetője, a főpolgármester megbizotja, fél évvel az állítólagos döntés után, hogy nem adják el a városházát, ami nincs dokumentálva, hogy így döntöttek. Állítólag így döntöttek, volt öt verzió, kettő az eladás tartalmazta. Arról tárgyal a külföldi befektetővel, hogy de eladó, és ezért kap egy fegyelmit, majd év jutalmat. Tehát, hogy, hogy, hogy uh, nyilván az ember ott kellett tartani, meg kellett vele beszélni, uh, nyilván, hogy nem magától. Tehát egészen uh, nyilvánvaló ma már, hogy Balcs Balázs nem fél évvel a döntés után egyébként élesen szembe menne az ő főprogrammesteri főnökével, és az ellenkezőjét mondja, mint amire kapott utasítást. Egyszerűen nem. Vagy ha, ha ez így volt, és, és, és ő ezért kapott egy buksi simogatós fegyelmit, akkor, akkor itt tényleg van valami óriási rendszerből probléma van. de Barcsi Balázs, olyat mond az egyik felvételem, ami tulajdonképpen összefoglalja azt, hogy 2024-ig Budapesten semmi nem fog történni. Hát szeret... Hát van az a mondat, hogy a városháza kapcsán, amikor azt mondja, hogy van itt három, és ott bemond egy nagyon csúnya szót, kis évszám. És mm akkor -hmm. elmondja, kérek, 22 tavasszal van a választások országgyűlésével, addig nem csont semmit. 23 az is egy év, mert az meg Budapest 150 éves, és ott ünnepelni kell, és ott, ott, ez a fókusz. És hát 24 meg önkormányzati választás. Ezért el is mondja, majd meglátjuk 24 után lesz -e rá a bátorság. Tehát kerek, perec, a krédó. Karácsony Gergely, és ez a baloldali e, szupersztár csapat, aki ott van a városházán, szakértőstől mindenestől. Ez 24-ig egyébként a kis finom mozgásokon kívül nagy dolgot csak előkészíteni akar, mert be akarják 22-be az országgyűlését meg akarják nyerni, azzal lendülettel akkor még ünnepelnek 24-be újra elvinni Budapestet. Na és akkor 24-be mélyenk a kormány, mélyenk a főváros, na meglátjátok, akkor jövünk. És akkor ott 25-26-ba megkapják azt a magyarok meg a budapestiek, amit egyébként a baloldal nekik szán ebben a rendszerben. És ezt, és ezt de bemondja. Tehát ezt azon a felvételen elmondja. Tehát szerintem ez pedig egy olyan súlyos állítás, amiért önmagában szerintem e, azonnal meg kellett volna válni a borcsbolástól, csak ezért a kijelentésért bajnai, vagy e, karácsonynak. Csak e, ha, ha Bocs, Balázs ezt nem a karácsonytól hallotta volna. De van benne rendszer, ugye, ha megérzik, van benne a és ezt nem a felső vagyunk, vezérőzőt találta ki magától ezt a mondatot, nyilvánvalóan, hogy a főnökétől hallotta ezt a mondatot, és ha belegondoltok, akkor tulajdonképpen minden benne van, amire számíthatunk tőlük a következő időszakban. Hát szerintem van egy olyan, ö, nem is tudom, másodlagos üzenete, vagy nekem elsődleges volt, nekem azonnal ez, a, ez az értelmezés jutott az eszembe, hogy ez egy dolog, hogy esetleg addig hivatalosan nem akartak volna múkolni a városházával, vagy nem terveztek volna ilyen nagy privatizációt, csak előkészítik, suba alapot, sundám, bundám módon. De van egy, van egy másodlagos, talán még rosszabb értelmezése, hogy szó szerint nem, akartak, csinálni, nem akarnak csinálni semmit. Nem akarnak várost üzemeltetni. Nem akarnak várost irányítani. Nem akarnak várospolitikát csinálni, mert ugye az üzenete végül is ez az az, hogy, 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 itt, itt igazából ilyen, meg olyan belső, meg külső körülmények miatt ők igazából a, a, ugye csak az hibázik, aki dolgozik alapon, ha nem dolgozunk, akkor nem hibázunk, De akkor már nincsen semmiféle olyan... is személyre vetették karácsony. Tehát ez tényleg egy, azért, azért hiteles, mert más forrásból is megerősítették már ugye névtelen forrásokon a sajton keresztül állítólagosan ezzel bírálták Karácsony Gergelyt a dékások, hogy nem akar csinálni semmit. Mert akkor ugye... Ők, ők viszont szeretnének. Ők Én viszont szerint... szeretnék, és szerintem G. Erzsébet <laughs> ö, 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 hogy mondjam, remegő lábak a hogy, hogy esetleg csinálna valamit. Mert azért lássuk be, és még egy mondat az egész főpolgármester ténykedéséről, a káromkodásairól, a, a kirohanásairól, hogy hogy tulajdonképpen az előválasztások elvesztése óta, mióta ott a villamosőt elgázolta, azóta óriás lejtmenetben van Korácson Gergely. Tehát Igen, mint politikailag, mint a... szerintem most már emberileg is olyan lejtmenetben van, hogy szép lassan kírja magát teljesen a komolyan vendő politikusok köréből, holott azért nem olyan rédő, mint neki még miniszterelnöki ambíciója volt. Hát ez egy pár hónapja volt, pár ez hónapja van. volt. Én itt ugye a, a, az Imre a rezsicsökkentés kérdését hozta mint az energia, energiapiachoz, illetve közműszolgáltatóhoz kapcsolódó kérdést, és annak kapcsán ugye azt, hogy hát elég érthető módon tudtára adta mindenkinek már kizaj Péter, hogy, hogy, a rezsicsökkentés ostobaságnak tartja, és ebben a formában ugye eltörölni, hogy a kormányra kerülne, hogy, hogy azért értékes az, amit az elmúlt 30-40 percben a Zsolt itt elmondott a fővárosi ügyek kapcsán, hogy, hogy a tavasszal a baloldal győzne, akkor nem kellene olyan mélyen turkálnunk a memóriánkban, hogy előhozzuk a 2010 előtt. Na vajon az hogy is volt ott, és akkor régi újság újságcikkeket elővenni, feltúrni a netről, hogy nem csináltak, mert hát itt van. Hát nézd a szakértőket. Akit most Mártizaj megnevez, hát az ugyanaz, mint a fővárosban. Hát olyan emberek jönnek, akik egyébként például az Egyesült tönkretételében oszlopos résztvevők voltak 2015 És És már próbálja cáfolni, hogy privatizálni akarnak. de hát a, ott a szakértője, akit ő nevezett meg, aki még a mai napig azt hirdeti, de privatizálni kell az egészségügyet. Ez legyet. a Komára második gondolok. Akit nagyon zseniális, a baloldali, mindig tényszerű és objektív sajtó, amely Komáromi Zoltánt, mint, mint, házi orvost idézi az egészségügyi kérdések, vagy Covid ügy kapcsán, azt mondja, hogy nem teszik oda, hogy ő a demokratikus koalíciónak a politikusa, hanem mint egy szakértő Aki házi egyébként orvos. Illatkozik. Épp, hogy legyúszott az előválasztáson, hogy nem ő indul a 12. másik körzetbe. Tegyük hozzá egyébként. De valóban, tehát már Zajnak a csapata, ugye ő a kapitány, kísértetiesen hasonlít bukéjában, összetételében, feelingjében arra a tímre, rém tímre, ami 2019 őszén összeálltotta, vagy őszétől összeállt a, a, fővárosban. Ugye a Márkizai csapatának is egyik része rég levitézlet, rég levitézletnek hit baloldali figurák, ahogy akik most valahogy egész egyszerűen előjöttek a mélyből, mint valami ilyen C-kategóriás hollywoodi zombi filmben. és itt rémizgetik a választópolgárokat. A másik része meg ugye ö, ö, Királyúliástól, ö, ö, meg más szakértőstől együtt a, a, nyílt társadalom hálózatához köthető szervezetektől jönnek, a, a média szakértőjük, egy Polyák Gábor nevű ö, jogász, meg, meg, meg jött egy, azt hiszem, egy CEUN tanító, ö, ember is, aki nem tudom már melyik szakterületért lesz felelős, de hogy tehát két komponense van a, a, dolognak. Egyik, ami ahol ugyanazt a brigádot látjuk, mint a fővárosi önkormányzatnál, a másik pedig hát szintén korábbról ismert arcok, akik meg több nyilvánvalóan nyílt társadalom hálózatához kötődnek. És ebből a szempontból itt szerintem kétségünk az, ad, annak kapcsán, hogy ugyanaz a mintázat folytatódna-e, mint amit 1990-től kezdődően csinálnak, mikor ők vannak akár fővárosban, akár az egész ország tekintetében hatalmunk, kétségünk e felől nem kell, hogy legyen, és mondom, nem kell erőszakolva, mert a memóriánkat megerőszakolva visszamennünk 2010 előttre, mert itt van az elmúlt 16 hónap, ahol piciben, de szépen paradigmaként felmutatták, hogy hello, ugyanott vagyunk, és ugyanazt csinálnánk, mert a 2010-ben a bajt. Hát és akkor még egy, ami, amiről egyszerűen muszáj beszélni, és nem azért, mert ez még a... egy rövid végszó. Ez a Fidesznek a vonala, hanem, hanem valójában megéljük, hogy hát ott van Gyurcsány Ferenc. Ó, hát aki, aki, azért a lássuk a fővárosban is, hát az első mondata az volt, amikor nyertek, hogy íróasztalom lesz a városházán ami azért arról szól, hogy igen, és ott még viszonylag karácsony erősnek tűnt, tehát Ferencnek még, még válasznia kell a, a, fővárosban ahhoz, hogy teljesen ő uralja a fővárost. De hát látszik, hogy már Zaj mögött még annyi sincs, mint kezdetekben karácsony előtt, tehát az egészet tulajdonképpen azt látom, hogy Gyurcsány is ezek a régi baloldali figurák, akiket valóban azt hittük, hogy már elköszönhetünk tőlünk a közéletben, ezek, ezek kezdik el uralni. És muszáj de csak egy személyes, hogy, hogy Horváth Ágnes neve is felmerült. Igen. Horváth Ágnes, most nekem... Már emlékeztessük rá a hallgatókat. SZDSZ-es egészségügyi és miniszter. miniszter volt a... másik a polgármesterként elhelyettek meg két élményt Horváth Ágnes. Bezárták az opnit. Tehát a pszichiátri intézetet fogták, és a nagymúltú pszichiátri... Úgy, ahogy van a úton bezárták. És egyébként nem helyezték. Tehát azt mondták, hogy oldják meg innentől, a, hogy a betegekkel mi lesz meg, hogy lesz, néhányat a legsősebbokat elvittek onnan. A másik pedig, amikor Budán bezárták a gyermekkórházat. És amikor polgármesterként, csak hogy mire számíthatunk. Én érdeklődtem nála, hogy még csak hogy gondolja, hogy van öt gyermek sürgősségű, abból négy Pesten, egy Budán, és ezt az egy budait is bezárja, akkor az volt a válasza az akkori hivatalos titkának egy polgármesternek, aki mégiscsak akkor 88 ezer ember képviselt, hogy ne aggódjak, a mentő szirénázva hamar átér a hídon. Ez volt. Na most nagyjából 22 áprilisában hasonló stílust kaphatunk, hogyha véletlenül egyébként visszajönnének, de én egyre kevésbé látom ennek a veszélyét, de kétségtelen, hogy fel kell mindenkit ébreszteni, meg az emlékeket előhozni hogy valójában a mindennapi életünkben mi között választunk. Hát az valóban egy, egy picit az ember, ahogy a, 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 a leg, legegyértelműbb dolgot nem mondja ki, mert talán annyira ö, napi szinten benne van a hírfogyasztásban, és a, elveszünk a részletekben, de persze hát a, a világlátott gondolkodó, aki mindezek mögött van, akár hogyha a fővárosi önkormányzat stáblistáját felsoroltuk, akár márkizaj Péter ö, ö, szereplő gárdáját, hát ők, ők, Gyurcsány Ferenc emberei majdnem, majdnem 99,9%-ban az egyes listák nyomokban ö, nem közvetlenül gyurcsányhoz kötődő embereket is tartalmaznak, de az, az nagyon világosan kirajzolódik, hogy, hogy hogy ez az egész brigád a fővárosban is, meg Márkizaj Péter esetében is, az ő általuk elmondottak, azok teljes mértékben összhangban vannak azzal, ami Gyurcsány Ferenc cselekedett, Gyurcsány Ferenc kormányát tett 2010 előtt, ebből a szempontból nekünk kétségünk nem lehet szerintem annak kapcsán, hogy ha és amennyiben. De erre most azért nem tennék túl sok pénzt, amúgy a, melyik a legmegbízhatóbb választási Jósok, jósdák, ugye a fogadóirodák, ahol jelen pillanatban Márkizaj Péterik győzelme háromszoros pénzt fizet Orbán Viktor győzelméhez képest. Tehát ők se tesznek túl, mm. nagy, túl nagy lehetőséget, arra, hogy itt baloldali győzelem lenne, de hogyha az lenne, hát akkor töknyilvánvaló, hogy ugyanaz a ö, ellenséges kivásárlási folyamat indulna meg országosan, mint ami. 19. októberében megindult a fővárosi önkormányzatnál. Aj, egy vannak pedig az energiaárak, mennyi pénzt lehetne keresni, hogyha az új kormány megszüntetné a rezsicsökkentést, és mennyi jutalék esetne le ebből, hogy egy és az ellenzék embereinek. Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Láng Zsoltnak, a fidesz KDMP fővárosi frakcióvezetőjének és Szántó Miklósnak, házigazdáknak, az Alapjogokért Központ igazgatójának. Köszönjük szépen a beszélgetést. Mi köszönjük, hogy itt láttunk. Köszönjük a lehetőséget. Megköszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre is, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.